Szinttől is. Nagyon messze vagyok. 2 hours later. Úristen, tudjátok milyen flashbackjeim vannak? Hogy hívták azt a télies survival game-et, amiben nagyon szenvedtem? Tényleg azt végül nem is folytattuk idén télen. Mi volt annak a neve? Az nagyon nehéz volt. Az érte mindig ott alul, hogy tele a hátizsákom. És az rohadt idegesítő volt. Na már ott van a... De mondjuk, hogy fog felmászni? Ott a lépcső. Nem, nem a Don't Starve. Egy téli survival game volt, amiben medve is volt, meg ilyenek. Hús? Lambal... Ja, mert megöltem egy izét. Ha valamit kidobok, érte tudok jönni, nem? Ki kéne dobni fát? Kidroppolt? Bocsánat, kidroppoltam most? Hopp! Rögtön tudok futni. Ennyi. A fa! Az húzta le a súlyomat. Szerintem vissza tudok jönni érte, nem tudom, meddig van még az itt. Long Dark, azaz Mati. Amúgy tetszett volna a játék, mert utána hazad egy kis dugó van. Aj, jól van, Levi, sajnálom. Nagyon el vagyok ámveszve amúgy nélküled, ilyen alap dolgokat nem tudok, de a chat segít, szóval rajta vagyok az ügyön, de még nagyon az elején járok. Jaj, nem, nem, Meki! 2:15-re volt időpontom, by the way. Nagyon gáz. Hát, TB. Na. Jól van. Üdv itthon, kicsi barik. Nem tudom, minek ennyi bari, de... Meg van egy ilyen gumó is. Híleljetek fel. És akkor nekem amúgy nagyon kéne inventory. Valamilyen wooden chest. Ja, hát igen, lent hagytam a fát. Akkor igazából miért jöttem ide? Mindenképpen szenvedés lesz hazajönni. Várjál. Nem, hát itt van a sok fa. Olyan, hogy így meg pusztulok meg. Oké, sorba haladjunk. Csináljunk először egy campfire-t, jó? Már most way down-olva vagyok. Csináljunk egy campfire-t, hogy ne fázzunk. Jó? Azt mondja technology, campfire, olyat meg tudod csinálni. De miért nincs itt? B-nél lesz akkor? Aha. Ez mondjuk elég hülyeség. Baszi nincs ott valahova, nagyon gyorsan. Milyen too close. Rossz eki. Jó. Akkor ez most engem melegít? Mondjuk lehet, hogy nem fog ennyire. Ah, pont nem. Bassza meg! Kidőlt a fa! Na, erre vártunk. Hát, mondjuk elég nagy range-ben melegít egyébként. Szóval nem rossz. Fajálunk egyet. Jó. Na, várjatok akkor ezt az axot, ezt kidobjuk, mert ez megpusztult. És akkor kell nekünk egy ax. Meg akkor csinálunk mindjárt egy ládát. Ez amúgy nagyon fura. Minek van workbench, hogyha a B betű, hogyha vannak olyan dolgok, amiket a B betűvel kell lerakni? Ezt nem igazán értem. Ha nincsen égfám. Jó. Ja! Elég könnyen lehet mondjuk fát szerezni, szóval ez nem probléma. Jó, puja összeszedést! Jól van, Heki. Várunk vissza. Szerint csad le oda úgy. Érdekes építési módszer. És közben miért töri hátra a kezét? Nem tudom, nagyon érdekes a mozgása a kisrácnak. Na, open. Na, pakolászunk be. Jobb klikkelni is lehet. Ez micsoda? Berry seeds. Az akkor nem kell nekünk egyelőre.
Hú, 25 ilyen fragmentünk van. Ez a kulcs vagy mire lesz jó? Van erronk is, de még nincsen íjunk. Ezeket meg nem tudom átrakni. Fassa. Jó, jó, csináljunk pokilabdákat akkor. Max, mi az, hogy kettőt tudok csinálni? Miért? Mi nincsen hozzá? Fa, fa. Na, akkor ki mi fa? Az a szerencsége, szeretem a munkám. Az építményeket nem tudod lecraftolni. Miért nem? Miért nem? Én ne akarom! Jó, hát ugye én a Raftban szocializálódtam. A Raftban mindent is a workbench-nél tudtál megcsinálni. Ez a hideg egyébként nem annyira korlátoz, mint hittem. Lassan viszi szerencsére az életemen. Szia Attila! Kezét sok, hölgyeim, pacsi az uraknak. És hogyha az urak is csókot szeretnének, üdv mindenkinek és a játékosoknak is üdvözlöm a lányodat. Noobban is üdvözlöm a lányodat is. Köszönöm szépen, majd átadom neki. Biztos örülni fog, hogy üdvözletedet küldöd. Ha építesz vagy craftolsz, akkor érzékeli a ládában és azt használja. Ezt nem szeretem. Na most mennyit tudunk csinálni? 5-5, még mindig nem túl sokat. Attila jövőben lát, hogy már van lányom. Igen. Szerintem az asszonyra gondolt. Ja? Lehet. Hallott, Klau, még mindig nincsek otthon. Mi? Tessék? Hogy? Kinek? Ügyes van! Mikor kedden? Ügyes vagy. Ilyen volt Klau. Dicsél meg! Mondom, tessék? Dicsél meg! Mondom, miért? Telefonáltam. Mondom, mit? Kinek telefonáltál? Azt mondja, business. Igen, a Klaudiának van ilyen telefonbeszélgetés fóbiája. Nem szeret ilyen hivatalos ügyekét intézni. Oké, még mindig kell fa, mert nem akarok csak 5 darab pokilabdával nekiindulni itt a vadvilágnak. Nem tudom. Az még Attila sem tudja, hogy mit ír, figyelj. De miért? Aj, ez már most idegesíteni fog, halljátok. Hogy azt írja, hogy too much items. Úristen, már alig megyek, és nézzetek, semmi nincs nálam. Ja, ez a fiber, lehet ezzel van baja? Mondjuk 107 food van nálam, az lehet, hogy... De miért? Miért nem tudsz 107 fapalánkot elbírni? Ezt nem is értem. Te ilyen puhány vagy? A nincs rinya, edzőterembe kéne járnod. Egyem. Na, Podlasz azt írja, hogy neki is ilyen fóbiája van. Na, srácok, ne aggódjatok, mindjárt odaérünk. Csak egy kicsi! Mindjárt ott vagyunk! Tegyél a terbírásodra. Aj, az lesz, pedig a staminára akartam. Ja, hogy unused pontjaim vannak. Guild? Hol van, hol van? Itt. Wait. Mondom, ez kell nekem. Oké. Okay. Hoppá, már is futok. Azt a kurva. Na jó. De miért nem tudok? Ja, stone-om nincs. És itt sincs. Stone-ocska. Nincs. De az bajos, mert nincsen axom se, ugye? Vagy most van? Baszki, nincs. Ja, de van. A fát nem bírja, de pokémonokat meg végkézzel megeti, amúgy igen. Mi hülyeség ez? Na, menjünk lentebb. Keressünk még újfajta pokémonokat. Ami egyébként ebben a játékban vonzott engem, az a felfedezés. Nagyon tetszenek ezek a kis pálok, ezek a kis pokémonok. És hogy nagyon vonz az, hogy újabb és újabb pokémont fedezzek fel.
Amúgy van full damage, mert egyelőre nem. Ott például hook rates. Na most csak egy kicsit. Leugorhatsz, hogy kell. Engedd el! Magadtól ferik el azt a sziklát? Légy szíves. Nem. Ragaszkodik a sziklához. Na, jó. Na, az hanyas? Hetes! Srácok, megpróbáljuk? Adj csak ide a fát. Ez egy kalapos. Mi ez? Jaj, de cuki! Mi vagy te? Nagyon aranyos. Nem aranyos. Nagyon odabaszott. Húha! Húha! Hogy tudok én HP-zni? Azt tudjátok? Na jó, viszlát. Mi a fasz? Ez a suhintása? Nem lehet deselni? És miért ugyanúgy? Most nem fog lehelni? És az mekkora nagy állatot előttem oda nézzetek? Az emberködés megy, de a melónál már nyilvánkol. Jön utánam szerintem. Hogy tudok felhápézni? Úristen, mamoreszt. Az egy mamut. Mamut állat 33-as. Na jó van. Akkor csak folytassuk a kis barikkal szerintem. Adj csak ide azt. Lehet dodzsolni. Hogy? Be kell fogni. De még túl sok HP-je volt, ez a baj. Nem merem úgy, mert úgy csak pár százalék esélyre, hogy be tudom fogni. Erre jöttek a kis barik. Akkor elkapom azt. Szóval, mi ez, macska? Ez az, ami úgy néz ki, mint a miau. Kicsit. Jaj, de neki hírom. Ne féljél, semmi baj. Csak ez a baseballzütő, csak meg akarom mutatni, milyen szép. Nem akarom használni rajtad. Ne fuss már el, egy kicsit állj meg. Jó, akkor a tyúkot. Várjál egy kicsit, mert a staminámnak vissza kell, hogy törtődjön. Au! Jaj, ezek is támadnak. Támadó pozí. Jön a másik tyúki. A kurva. Miért van ennyi tyúk itt? Aha, elkaptam a kis barátodat, nehogy azt hidd. Na. Pusztulandusz lesz a neved. Gyere, lambal. De a lambal az... Az nem támad meg, nem? Pe-pe-pe-pe-pe. Ó, bazd meg, ez meg... Véletlen volt, esküszöm. Ez nem direkt vagy, sorry. Kontroll lett. Jaj, szegény. Ide gurult, hogy nézd, mit tettél! Kontroll? De ez nagyon random. Szegény, de ezt most miért sem jön velem a játék? Nem direkt volt. Maradj a bariknál. Szia, Ecak, hogy vagy, mi újság? Jaj, Istenem, csorobari. Na gyere, tyúk! Mert szóval azt néha érzékelik, hogy őket akarom elkapni, néha meg nem. Most például... Várjál, hogy kell ezt elrakni? Tancel. Még egyet rád vágok. Most. Meg lett a kettes ökóbolt sodat! Nice! Ügyes vagy, egyszer gratulálom! Ó, oh, nincs több pokilabdám. Majd így ilyen, sajnálom! Az én csetem nem bírja ezt a játékot, úgy látom. Házi! Milyen játékokat tervezek erre az évre? Szia, Karma! Ha ez közel mindig, ez bánt? Hát igazából már beszéltünk erről az évösszegzős videóban, de úgy röviden, mert azért elég sok játékot tervezek, de röviden most menj már fel, befejezzük a Walking Dead-et, ugye azt abba hagytuk, félbe hagytuk, akkor lesz Last of Us is, lesz Final Fantasy, ezeket megvettem, fogunk játszani a Lake nevezetű indie játékkal, mivel fogunk még játszani. Lesznek FPS játékok, ugye The Finals, Overwatch. És hogyha őket kirakom a bázisra, ők segítenek nekem dolgokban.
De egyelőre csak egyet tudok kirakni a bázisra. Ha ezt kirakom, ő mit tud csinálni? Szóval például, hogyha craftolok valamit, akkor az ő ott abba segít? Vagy hogy van ez-e? Tojás! Az nagyon jó. De állandóan éhes vagy, Erik? Hányszor eszel egy nap? Bocsánat, nem akarom sémálni. Azért nem bírjuk, mert nem diszpónol a hulla, hanem ott gurul, mint valami nem tudom mi. Igen. Avatar, valószínűleg igen, nem biztos. Skull and Bones, az ugye milyen gyárt jön, nagyon várom. De lesznek horror játékok is, igen, a Dark Pictures Anthology lesz Barbie-val. Milyen indie játékra gondolsz, Alisa? Majd ugye az ajánlásokba is lehet küldeni. Oké, most mit csináljunk? Increase your player level. Jó, hát folyosan el kell kapni ilyen izéket. Pokémonokat. Igazából. Csak az a pokilabda a szívás. Most kövem nincsen elég hozzá. Ahhoz meg kell axe, de ahhoz sincs kövem. Jó, akkor követ. Itt van például egy izé. Ja, de itt van nálam az axe. Hát akkor minek nekem még egy axe? Elfejtettem, hogy már csináltam. Jó, a pokilabdához is kő kell. Attival kell orról tetszeni. Ő az a baj, szerintem nem tudnám nagyon rávenni. Ő nem szereti. Nagyon rossz ez a stamina dolog. Na, viszont akkor Levi szerintem mindjárt fog hozzánk csatlakozni. És akkor tudunk egy-két órát még játszani együtt. Nem tudom, lehet, hogy a Barbie is így később fog jönni, meg gondolom ő hozza el. Mármint nem ide, hanem ő viszi haza. Ez mennyi követ adott? Ennyit adott, hogy 17 ilyen pokilabdát tudok csinálni. Na, ebben most segítsetek már, hogy ha elkezdem csinálni, ide jön a pokémonom? Mert ott mutatja a kis jelet alul. Aha, most ide jött. Hogy figyelj! Kb. Dupla olyan gyorsan csináljuk. Kétszer olyan gyorsan, így együtt. Nyomod! Jaj, de cuki, hogy nyomja! Jaj, dörzsöli a kezét, mint egy légy. Nagyon aranyos. Na jó, hát így már valóban. Egyszerűbb. De nem őt akarom. Jó. Oké. Na most menjünk. Akkor kapjuk el a Pokémon-ökjöt. Masszírozza a levegő. Igen. Jó. Na most ez hogy van? Van olyan lamba, ami hármas szintű, van olyan, ami egyes szintű. Óvatosan. Nehéz eltalálni, hogy csak pici HP. Jaj, szegény alszik. Sorry! Jó, de nem ölöm meg, tehát neki egy jobb... Elszédült abba, hogy nekem jött. Egy jobb élete lesz nálam. Nézzétek meg. Higgyétek el. Egy jobb élete lesz. Hallod, csak úgy repesztek level szintekbe. Elég gyorsan lehet fejlődni, mondta Levi is gyorsan lehet. Increase your player level capture. Igen. De a bázisomnak is külön level szintje van, azt írja. Build up your base until it reaches level 7. Amúgy be akarok rakni valamilyen kis zenét, mert ez borzalmas, hogy a játékban nincsen semmi. Amúgy van ambiance hang, én azt hittem, hogy nincs, de nem sok. Nem sok. Jó. Na, beraktam valamit, majd szóljatok, hogyha nem jó, vagy hangos halk, vagy csak szimplán szar, kapcsoljak másikra. Persze, nyugtassak magad, minden gyilkos így csináljon, ne! Amúgy a kő az nagyon tetszik, hogy sokat lehet belőle szerezni.
Tehát sűrűn lehet találni ilyen sziklákat, amiket ki lehet bányászni, és sok követ ad egy nagy szikla. Ez amúgy elég OP. Hopp, ott egy chest. Kicsit amúgy Genshin-es is a játék egy-két dologban. Na, adott 2 pokilabdád. Vajon mire lehet majd használni a goldot? Hol lehet itt vásárolni? Hát még nem tapasztunk full damage-et, de azért még óvatosan közlekedek, mert szerintem van. Csak gondolom olyan, mint a Genshin-nél, hogy elég magasról kell ahhoz leesni, hogy sokat sebződj. Ez a százi, ügyes vagy. Ne! Majdnem megöltem, baszki. Nagyon-nagyon map egyébként. Mit tudunk a mapról? Itt van egy nagy víz. Úszni még nem próbáltam. De szerintem ezt nem lehet átúszni. Gondolom a staminám azt mondaná, hogy bye! Mondom, majd valami hajót kell craftolni. Vagy át lehet menni máshogy. Egy jobb életemet, a rabszolgai élet az jobb, mint a szabadon rohangálás. Igen. Kap finom kaját, amit lehet szabadon nem találni. Majd finomakat főzök nekik. Meg ilyenek. Hú, bazeg, nagyon rossz helyen vagyok itt. Érdekes, van olyan szikla, amire feltokol mászi van, amire nem. Saci, te miről beszélsz? Na, ez vajon fájni fog? Aha, jó. Hát, ez csak egy teszt volt, hogy van-e ténylegesen full damage-es mennyi. Ez mi? Large Dark Egg. Gimme. Build an Egg Incubator. Ezt látva mond csinál. Igen, hogy van inkubátor. Ez az óriás csont, ez. Igen, én is néztem, hogy hova tűnt. Ott van. Egy kurva nagy borda. De most ezt például miért nem tudod megmászni, Erik? Mi a baj? Na. Elég jó tojklinak néz ki. Ja, ti még nem láttatok ilyet, Patex? Ilyen fekete tojás. Na. Na az a tüzes Pokémon, az nagyon kelleni fog nekem. Ugye mondtam nektek, hogy elvileg úgy van, hogy különböző fajta pokémonok vannak, de négy, és ezt el is tudom kapni. Hogy például a tüzes... Miért van lóhangja? Mi a fasz? Nyerít! 60%, de most ez miért? Tökre lesöpöztem. Ne! És utána még egyszer tudom próbálni? Akkor... És most több? De most ez miért nem több? Hogyha már másodjára próbálom, ez tök hülyeség. Többnek kéne lennie. Na nem baj, sikerült. Szóval, hogy például, hogyha főzni akarok, akkor ugye ez a róka majd be tudja nekem a tűzhelyet gyújtani. Eljje már meg! Köszönöm szépen. Róka bőrbe bújt ló, igen. Én Darkot még nem, többiek nem tudom. Akkor valami, lehet valami? Rare dolgot találtam? Jaj. Eddig ma melegen volt, most meg fázom. A tyúk? Úszik a tyúk? Az egy sima tyúk. De tényleg nincsenek vízi pokémonok? Meg mindjárt megnézzük. Hoppá, aha, jó, ezt hagyom, mert nem tudok többet cipelni. Megnézem az úszás, de szép a víz, tiszta Maldív-szigetek. Szép. Jó, igen, ugyanúgy stamina kell hozzá. Oké, most már elég lassú vagyok, hol a bázisom? Gondolom ez. Dismantle the base. Ez, hogy dismantle. Ahem.
Most lassabb vagyok? Mint hogy egy kicsit igen. És a csákján megint megpusztult. Merre megyek? Erre megyek. Mi az egy többi dolog térképen? Mi az a modern? Kezdő pozíció? Itt hol tudok felmenni? Amúgy elég sűrűn van ilyen kő, amiből jön ilyen fragment, amiből lehet pokilabdát csinálni. Szóval ez jó. Az nagyon szép az az állat! Úristen, ő nagyon hasonlít egy Pokémonra, csak én nem vagyok Pokémonban járt, szóval nem tudom a nevét, de ő nagyon hasonlít. 82%, ő kell nagyon nekem. Szép cica. Jó cica. Gimme! Nice! Meg ott van egy pingvin, olyat se láttunk még. Ví, tényleg! És a mancsieknál se láttam ilyen állatot. Biztos van nekik, csak nem láttam. Teljesen olyan, mint a ví, igen. Gyere csak ide. Hello! Júj, de mérgesen né. Azt a... Júj! Üss! Üss már! Üss már! Hú, ő már amúgy... Pedig ő is négyes. Nehezen sebzem. Mennyi volt? 69%. Nem áll? Jó, nagyon nice-os. Jó, na viszünk az egy csomó új Pokémont. Volt nekünk, csak beraktuk dolgozni őket. Ja. Hát most azt nem tudom, hogy mennyire fogja a játékmenetünket befolyásolni az, hogy a Levi ugye nullás szintű lesz, vagy hát nem tudom hanyas szinten kezded. Hoppá, lehet mind a kettőt megütöttem véletlenül. Meg. Ja, ő meghalt! A rohadás! Nincs hang, még nem hallok. Jaj, szia! Nem is hallottam, hogy bejöttél. Itt vagy, Levi? Most én beképzeltem a Levi hangját. Most? Most hallak. Jaj. Te nem, nem hallasz engem? Úristen, de furcsa volt. Mint hogyha egy az agyam mélyéről hallottam volna. Ti hallottátok a Levit, ugye? Babi! A fingilingi pingi mingi álljon beléd marcsa harcsa karcsa larcsa farcsa parcsa. Boldog 28. évfordulót nekünk. Babi! Nagyon boldog 28. évfordulót. Hát már... évforduló? Hónapforduló. Évforduló az 7 kb. Hónapforduló 28. Szia Bobika. Figyelj már az uraddal, mi van? Most bejött hozzám Discordon. Most elment. Halló? Most. Na, te hallasz engem? Igen, igen, most hallak, csak ugye a fülesemet át kellett hozzam, és nem ismerte fel egyből. De most ja, jó. Na, mert én hallottalak. Igen, tudom. Ja. Na mi újság? Vagy nem akarsz streambe beszélni róla? De, amúgy igazából túl sok minden nincs, de szívesen elmondom. Szóval ugye orvosnál voltam, mert sokat fáj a hasam, stb. És hát alapból ezt az időpontot 6 hónapja kaptam. Úgyhogy... Just TB things. Igen. És hát először az volt, hogy... anyumtól kérdeztem egy pár napja, hogy hova kell menni, melyik honvédő, mert amúgy kettő van belőle, el se tudtam. És akkor elküldte először az egyiket, és aztán azt írta, hogy nem, ez a rossz, és aztán elküldte a másikat. Ó, basszus. És én csak megnyitottam a Messenger beszélgetést, megláttam a Google Maps linket, és mondtam, hogy jó, oda kell menni, azt nem az volt. Úgyhogy már benn voltunk, és akkor hívtuk Ajzét, a Nikit, ugye anyának a barátnét, hogy hova kell menni. És akkor hogy magyarázta, tudod, hogy itt a büfé, az aula, és mondtuk, hogy hát ez nagyon nem úgy néz ki, ahol mi most vagyunk. És akkor mondta, hogy lehet, hogy akkor mi a másikba vagyunk, szóval akkor vissza kellett menni, akkor át kellett menni a másikhoz. És akkor odaültünk, betegfelvétel, stb. És leültünk, és így kérdezem, hogy és akkor hol tart a sor? Mert hogy én ugye 15-kor jöttem volna, és kb. Félreértünk át. És mondták, hogy hát még nincs itt a doktor úr. Mm-hmm. De tessék, már egy órája megy a rendelés. És mondja, hogy igen, még nincs itt.
Úgyhogy el vagy csúszva. És így idejött, és mint aki a legtermészetesebb dolog, hogy késik egy órát a saját időpontos rendeléséről, ja, de ér, nagyon gáz. Pont, és bement. Szóval, hogy így... És 10 percet beszélgettünk, és beutalt 3 helyre, és ennyi. No. És ahova beutalt, azt is 4 hónapra, vagy 5 hónapra későbbre. Na jó, de gondolom olyan helyekre utalt be, amit már ugye megcsináltál, ilyen labor, meg hasi volt. Nem, amúgy ilyen emésztőrendszeri MRI-re küldött, vagy mi a nem tudom mire. Na, viszont ez jó, valami új dolog, ami még nem lehetett. Ez mi a fasz? Nem tudom, majd utána kell nézni. Közben én hogy tudlak behívni? Vagy még le kell töltened a játékot, hogy valami ilyesmi? Nem. Elvileg csak simán vagy Steamen be tudsz hívni. Vagy ilyen join kódot kell adnod. Na nézem, várj a Steamen, megpróbálok. Meghívás nézőnek, csak ilyet látok. És amúgy te nem tudsz rám csatlakozni? Nem. Húha, várj. Hogyha megnyomod az escape-et, ott az invite kód, csak azt nem utas streambe. Jaj, csak kimásolom. Oksi. Hú, az elején amúgy nagyon el voltam veszve, de a cseten segítettek, aztán most már úgy nagyjából megvagyok. Csak most azt nem tudom, hogy szerintem amúgy nem fog minket semmiben akadályozni az, hogy te kis szintű vagy. Nem. Na most közben azt néztem a chatnek, mondom, hogy itt a technology-nál, amúgy ennek nem nagyon értem, hogy mi értelme ennek az itemeknek a felállokkolása, de mindent, amit tudtam, azt felállokkoltam. És amúgy rohadt sok mindent... tudok már. Szóval tényleg Levi, iszonyatosan gyorsan lehet haladni. Alig csináltam valamit, és már azt hiszem 8-as szintű vagyok. Hú, azt éhes a, igen, vagyok. Azt olvastam, hogy a páloknak az elkapásával az nagyon gyorsan lehet. Közben kijött a tűzfal, hogy a pál az veszélyes, de hát már játszom. Ja, mert jövök fel, és nem ismert fel szerintem. Ja. Jó. Akkor ezeket diszmantalom, mert ezek már eltörtek. Azt látod, milyen jó karakter készítésű lehetőségek vannak? Igen, gondolkoztam, hogy vajon te trollkodod, de úgy voltam vele, hogy szerintem te nem. Nem. Én a Szegó biztos, hogy eltrollkodná. De ő úgy, hogy ő komolyan azt gondolná, hogy ez jó. Csinálna valami ilyen zöldhajú, nagyon izmos bulánt, és mutatta, hogy nézzétek, milyen jól néz ki a karakter. És aztán azt mondaná 2 hónap múlva, hogy nem lehet valahogy így bőrszínét világos kékről megváltoztatni bőrszínűre. Na most az a kérdésem, hogy azt a tudok csinálni már Fireboot. Ezt még nem is láttam másoknál. Tüzes íjat tudok csinálni. De most, hogyha bejön a Levi, akkor vajon ő is fog tudni olyan dolgokat, amit már én tudok? Például... Nem, itt minden külön van, azt is olvastam, hogy ezt sok embernek nem tetszik. Hát igen, ez mondjuk furi. Szóval bent vagyok, de éppen megfagyok, és valahogy be kell invelned ilyen partiba is, meg grubba is. Na, látlak, itt a bázis, de majd amúgy át kell költözünk, azt mondták a chatten. Na, hogy nézel ki? Nagyon jól nézel ki, tudtam, hogy te lány leszel, én meg fiú, na itt tudsz melegedni, és be kell igen? Csak F. Valahogy a guildbe kell hívjalak. Igen? De ha meg nem hívlak be, akkor meg tudjuk egymást támadni. Igen. Hát elvileg igen. Na és na akkor jó. Ott van igen. A current missions. És én amúgy igen. Mondjak neked bármit, vagy te már utána nézsz a dolgot? Én utána nézlegettem egy kicsit, meg amúgy egy órát azt játszottam tegnap. Ja. De az ilyen... és csak elmentem és elkaptam mindent, amit találtam, dolog volt. Aha. De akkor amit más világban te szintet léptél, azt ide nem tudod áthozni a szintet, nem? Nem, teljesen egy új karakter vagy. Kell, aha. Jó, és hozzáférsz a storage-hez, amiket beraktam? Aha. Jó, akkor ide be... a pokilabdát nem tudom berakni, azt nem tudjuk sérelni. Viszont... De most ez mi? Ja, hogy nincsen elég hely a storage-ban. Ja, igen. Jó, raktam neked, nézd, pokélabdát, meg nyersanyagot, amiből tudsz craftolni dolgok. Van elég nyersanyag? És még azt akartam mondani, hogy nem kell nálad lenni a nyersanyagnak ahhoz, hogy craftolj, hanem... Ó. Hogyha bent van a chestben, az is jó. Oksi.
Szóval azt írták a cseten, hogy ők is elkövették azt a hibát, hogy itt rögtön ide csinálták a bázist, hogy ez nagyon kicsi ez a hely, de megvártalak azzal, hogy hova szeretnél bázist rakni, mert ugye a térképnek a nagy része még nincs is felfedezve, szóval még csak így lefele sétáltam, de ott nem nagyon volt olyan rész, ami egy ilyen nagy plac lenne. Aha. Hát... Amúgy én akit néztem, az a legtöbb ember az ide építkezett, mert így lehet teleportálgatni, meg ilyesmi, szóval. Jó, akkor maradjunk itt. Nekem mindegy, meg amúgy én nem is... Nekem nem fontos, hogy mondjuk valami ilyen nagyon szép esztétikus bázis legyen. Nem tudom, te hogy vagy vele. Nekem se. Legyen effektív. Ja, de... én is úgy vagyok vele. Lehet, hogy max azért, mert hogy ezek az ilyen kövek itt vannak, és akkor azok így blokkolnak, ezekre gondolok itt. De hát mondjuk ide túl sok minden nem is raknánk, szerintem. Hát nem tudom, én csak a Moncsék streamét láttam, és ők egy ilyen kurva egy bázist csináltak. Meg volt egy-két stream, amiben láttam, később annyi tárgy lesz, hogy hatalmas lesz. Na már egy... Igen, de viszont később elvileg tudunk majd még több észt lerakni. Aha, amúgy ezeket a bokrokat lehet megkajálni. Lyukas sajt mit mond? A logging meg a mining site az azért jó, mert ott tudnak farmolni a balokfát, meg követ, az kelleni fog nagyon. Lehet teleportálni a palboxból. Jó, hát akkor egyelőre ide építkezhetünk, aztán később majd máshol is leszünk. Aha. Jó. Ja, fel kéne öltözni, azt írjátok a csetem. De honnan szerzek? Nincsen klotom. A klotot ezt szerintem ki tudod tanulni. Igen. És akkor az meg ilyen wool kell. Ja, ja, ja. Hát csinálom is. Te is tudsz elvileg akkor magadnak ruhát csinálni. Hol van a... leather? Hogy segít nekem? Ja, itt van az inventory-ban a wool. Akkor úgy tudsz ruhán. Aha, csak még ugye nem vagyok elég nagy szintű. Ja, akkor mégis kell a szint hozzá? Ahhoz igen, igen. Szóval nekem is így mindent külön meg kell tanuljak, meg ilyesmi. Ja. Ó. És meg azt is olvastam, hogy lesznek majd ilyen, mint a rendes Pokémon játékok, vagy egyébként nem tudom, játszottál-e vele? Nem. Vannak ilyen trénerek, hogy így bemész, és egy ilyen boss fight-szerűség. És ezek itt is vannak, és ezeket külön kell megcsináljuk, mert ha együtt megyünk be, akkor nem adja meg mindkettőnknek. De az a dungeon? Mert azt mondom, hogy vannak dungeonek. Hát, szerintem igen. Nem tudom, melyik dungeon van még rajta kívül. Ezt tudjuk együtt? Aha, szerintem igen. Nézzed már, milyen jó cuccot craftoltam magamnak. Taxi Maxi. Ruhán? Aha. Te murolj? Igen. Szia Norvika, mi újság, hogy vagy? Mennyi ilyen labda van nálam most? Ja, odaadtam neked, akkor én tudok csinálni. 17-et, ez. Gyere Pokémonocska. Miért nincs itt? Hol van? Hogy tudunk amúgy több Pokémont lerakni, mert egyelőre egy hely van Pokémonnak, egy slot. Fejleszteni kell a bázist. Jaj, tényleg elfelejtettem, hogy tudom fejleszteni. Ja, és akkor neked most azok a tutoriál cuccok vannak, ami nekem volt az elején. Igen, aha. Mert nekem most már csak ilyenek vannak, hogy kapjak el 30 Pokémont, fejleszem a bázis, szóval gondolom már lassan így elengedi a kezemet. Aj! Jó, tehát akkor hogy lehet? Azt mondja, upgrade. Ja, csak kettesre tudtam felfejleszteni, és akkor gondolom most... Hát ezt nem hiszem, hogy mindig felveszem ezt az állatot. Oké, okay. Aha, és akkor most tudok berakni még egyet. Azt mondja, hogy... Hát én nem tudom, hogy melyik jó. Melyiket érdemes lerakni, azt mondja, attack, defense, work... Ja, a work speedet kell nézni, várjál. A Barinak 70, a pingvinnek 70. Igen, meg mindegyik 70. Más tud csinálni, ott vannak ilyen... Igen. Ikonok, és akkor ott is, hogy mi melyik. Igen, azt vágom, de egyelőre nem tudom, mi kell nekünk. Nem tudom, lerakom ezt a tüzeset. Fogtam egy ilyen tüzeset. Te azt látod, hogy mik vannak berakva nekünk egyelőre? Miket fogtam?
Igen, aha. Ja. Azt, hogy miket fogtál, azt nem, viszont azt, hogy mi van berakva, az igen, hát mert az... amit fogtál, az külön van. O, de oda beraktam az összeset. Hát igen, de az alsókat láttam, tudod, ami egy aktív, viszont ami a te így inventoridban van, amit te kaptál el külön, azt nem látom. Ó, ja, mert van még ilyen izé, ami úgy néz ki, mint a Miau, az a rózsaszín macska, van bárány, van tyúk, van az a Kremis, ami úgy néz ki, mint a... Mit mondtatok? Melyik az a Pokémon? Eevee. Meg van, van egy pingvin. Szia, Pamunka! Mióta vagytok? Levi még csak most érkezett, én 3 óta. Háromféle ilyen cucc van. Dungeon, a barlangok, pálbosszok, így random lehet találni, látni. A mapon olyat, hogy egy pál képe, és abból is van kétféle, amihez be kell menni egy arénaszerűbe, és ami a vadonban van. A harmadik meg az, hogy boss távörök. Vannak, amik hát edzők, erős pálokkal. Aha, oké, és köszi szépen. Jó. Akkor én elmegyek szerintem, fogok még Pokémon. Te itt maradsz, csináld a izéket, vagy te is jössz? Én most csinálom a tutoriál küldiket. Jó. Nálam is kéne, hogy legyen Pokémon. Valami jó atakos. 66. 114 ez a tyúk. 110... Barit atakol a legtöbbet. 143 ez a kummosz. Akkor ezt rakom be. Egyszerre több, ha egyszerre több Pokémont használok, ha így sétálok, akkor több, tehát mindet meg is tudom jeleníteni, és tudnak harcolni meg? Nem, csak meg. Egy lehet kint egyszerre. Ja. Akkor ő a legerősebb. Akkor elmentem, pá. Szia Pisti, mikor mit csináltunk 2 napja, a Tower Boss-t mindenkinek megadta. Aha, köszi. Mi újság a munka amúgy, hogy van. Ja, hogy te nem is a bázisom? Te hol vagy? Lejjebb jöttem követ ütni. Egyen lejjebb. Fú, hallod az elején? Úristen, majdnem idegbe gyűjtem. Kellett ugye mindenhez ez a paldium fragment, amiben lehet pokilabdát csinálni, meg a bázisnak azt a főcuccot megcsinálni. És egyszerűen azt nem értettem, hogy ez mi és honnan jön. És akkor a Dayparts kimásolta a netről, hogy ez hol van, viszont így rosszul értelmeztem, angolul leírta, és hogy a földön találod meg, ott, ahol életsz. És akkor ott kerestem az ilyen kőépítménynél. A földön azt hittem, hogy így random lesz. Hát már mintam, hogy random is van, de azt nem tudtam, hogy ilyen sziklákat kell keresni, és csak így 4 óraig futkoreztem, hogy nem tudom, hogy mit kell csinálni. És aztán így lejjebb jöttem, és láttam, hogy itt kurva sok van a ilyen kis kő, amit ki kell ütni, és akkor azok adják. Aha. Barbika, mikor indul ide? Nem. Ati? Ó, most emiatt megvettem a tyúkot. Mikor mész? Azt kérdezik. Mi van? Hétre mész? Igen. Jó, mert 9 körül megy az Attila. Igen, ezt mondta most a Klau is. És mondom, minek jön ide az Ati? Azt mondja, pogácsát enni. Oks. Te dolgozol ma, Levi? 9-től? Igen, 9-től. Ah, már akartam mondani, hogy akkor már gyere át te is. Hát akkor 7-ig tudunk játszani, vagy 7-8-ig. Jó. Benne vok. Jó, a háttérben. 7-ig! Itt szét kell ütni az állatokat? Igen, Pamunka. Egy baseballütővel. Igen. De ne válj meg a miau! Ez mi ez a hang? Na jó, akkor fuss. Lehet, hogy kikapcsolom inkább a zenét, mert nagyon rossz. Úgy is zenét hallgatunk közben. Ambient! Nincs is ambient. Master background music ez az. Oké. Okay.
Szóval úgy kell pamunka, hogy le kell őket sebezni kis HP-re, és utána egy ilyen pokilabdaszerűséggel pedig be kell fogni őket. Most 30-et kell összeszednem, az a tutorial questem, és 25-nél járok. Közben kajálok. Amúgy azt néztem, hogy nem kell sűrűn enni, az tök jó. Igen, meg bármit meg tudsz enni. Ilyen nyers húst, meg ilyesmit. Ja, azt még nem próbáltam, csak ezeket a bogyókat eszem, ami a bázis körül volt. Mutatok egy tök vicces dolgot, ugye, odaérek hozzá. Látsz a térképen? Hát így... Aha, olyasmi. Nem a térképen, hanem... Bár a térképen is szerintem. Aha. Mert én ott a fönt az iránytűs izénél én nem látlak téged. Igen, az iránytűnél nem, de ha megnyomod az M-et, akkor ott látsz. Ja, aha. Itt vagy már valahol. Uh-huh. Itt vagyok fönt a hegyen. Ja, igen. Na és nézd, hogyha... Ez a tiéd? Nem? Nem, szétültetett. Ő a legerősebb most ezek közül, amik itt vannak a közelünkben. Uh-huh. Na nézd. Nagyon idegesítő, igen. Mi a szó? Nem hiszem el. A Levi 5 perce van itt. Hova tűntél? Mi a fasz? Úristen, hogy találtad már meg most ezt a bugot? Mi a szar? Beszoppant a Pokémon golyó lambda és meghalsz. Hát ez kurva jó. Jó Istenem. Azt hallottam, hogy egyébként így elég sok bug van benne, de nem annyi, meg nem olyan mértékűek, amik elvileg így akadályoznának a játékmenetben. Igen. Ott egy... Erre gondoltam, amikor az Eevee-t mondtam, ez a Kremis. Mhm. Uh-huh. Meg amúgy... Ott egy chest. Amúgy tök durva, hogy ez a játék, ez még alapból nem is jött volna ki. Mega. Jó. Viszont annyian kérték a Discordjukon, hogy hagy lehessen vele játszani, hogy így kirakták Early Access-be. Ja, ez, de amúgy az Early Access az ugyanazt jelenti, mint a... Izé? Mint a beta? Nem, még a beta előtt van az Early Access, hogy így ilyen elvileg csak azoknak lenne, akik ugye így nagyon korán megveszik, vagy ilyesmi, szóval ez egy ilyen beta előtti aha. dolog. Úgy tök sok mindent még így változtatni fognak, meg kiszednek majd, és nem marad benn, meg ilyesmi. Amúgy, ha valamit tudok ajánlani ebből a egy órából, azt tapasztaltam, hogyha van statpont, akkor azt a izére kell rakni a carryingre, mert az borzasztó, hogy alig veszek fel valamit, és már tele a táskám, és konkrétan így kitörik a karom, meg a hátam, és így úgy megyek, mintha pisillem kell, így 2 km per órával se. Jó. Igen, én is azt gondolkoztam, hogy mire érheti meg rakni. Hát én egyelőre arra, meg a staminára rakok, aztán tudom, később biztos az attackra fontosabb lesz. Hát de mondjuk nem tudom, hogy te mennyire fogsz attackolni. Vagy hogy így mennyit ér. Hát nem tudom. Hát az, hogy majd hogyha lesz fegyverem, ilyen géppuska, akkor ott az én attackom számít, vagy a géppuskának az ereje? Na igen, ez jó kérdés. Baszki! Úgy, hogy hoztam magam egy Pokémont, és nem hoztam elő. Hogy is kell? Kiválasztod az 1-3-mal, így váltogatsz köztük, és aztán az L-vel ki el tudod dobni. Ah. Köszi. Nya. Annyira nem kéne, mint amennyire már is teszi. De ennyire kell szítütni őket. A tanár úrnál láttam valamit, hogy ez a pingvin, ez valami fontos anyagot ad, hogyha megölöd. Szóval elvileg néha meg is kell ölni ezeket a pokémonokat. Nem csak befogni. De ha befogod, akkor is ad. Ilyen anyagot, aha. Úristen, de gyors ez a pingvin. Ó, itt egy chest. Az előbb amúgy a chestből egy olyan dolog... Copper key kell hozzá. Valami kím az van, csak nincs nálam. Beraktam a... Hozd le, nézd, hogyha ide jössz, akkor ez egy ilyen TP pont, és innen fel tudsz TP-zni a bázisra.
Na várjál, de ide be tudom pingelni ezt valahogy? Nem, de hát itt van a TP mellett, szóval meg körben nézel a TP-től. Ennél jobban nem lehet belezgumolni, mi a szar. Elég abszolút, hogy szét kell őket menni. Igen, azért is van a címben, hogy vicces, de... De morbid érték. Pokémonba lépett, igen. Én amikor megpokémonoztam, mindig Évának hívtam Eevee-t. Igen, nekem is az elvelem ért a számra. Na. Szegény Éva. Na ez micsoda? Mega szfere. An item that captures balls when thrown, its capabilities have been improved, allowing it to catch... Mi rög a Barbie? Nem tudom, hogy kell, a Levi, na, Levi nagyon jól tud angolul. Hogy kell kivondani ezt a... Sphere. Hogy? Sphere. Ja, sphere, Nagyon sokat szenvedtünk a stream elején, hogy a faszba kell ezt mondani. Jó, akkor ez a Megasphere, ez konkrétan ugyanaz csinálja, mint a... Sphere, igen. Szóval ugyanaz csinálja, mint a sima pokélabda, csak... Igen, csak erősebb. Gondolom azt kell a 20-asokhoz majd, vagy valami. Gyerendes Pokémonban is volt egy 40 féle labda. De... Jó, itt van, Copper Key. Ez köllött! Ezen gyakoroltam. Ó, majd kelleni. Fog még egy láda. A Pokémonom az a teleportnál eltűnt egyébként. Visszaugrott a farsömbembe. Lehet, aha. Szia, ez olyan mint. Szia, Luna. Ezer éve nem láttalak. Pedig én itt fog. Majdnem minden nap. Hello. Na jó, nem minden nap. Minden harmadik nap. Réd van! Levi! What? Heard of starving white piles. De honnan jönnek? Én azt még csak streamben láttam. Innen, ott van föntről. Három fekjeltője. Azt a kurva. Hú, elég sokan mennek amúgy, de nem, így nincs semmi, amivel... Azt a kurva, mik ezek? Néznek ki! Pánkok! Leszbikus pánkok! Leszpánk! De mit? Ezek tuti meg fognak ölni. Meg fogják ölni a Pokémonjaimat. Jövök, jövök. Csak. Pusztulj! Jűha, Levi. Ez pusztulás lesz. Az na, az egyiket megpróbálom befogni, mert ilyenünk még nincs amúgy. Na, kidobtam én is itt a izé. Már most se tudom, hogy mit csinálok. Oké, elfogtunk egyet is? Nem, ezek túl erősek voltak. Kijöttek a pokélabdából? Aha. Baszki, és most a holttestük itt marad örökre? Megoldjuk. Hogy? Kéne egy pokétemető. Jó, az egyik eltűnt. Annyira vicces, hogy hallom a háttérben a Barbie-t. Így? Aha. Ja, ha nem jó. Látjuk, akkor okay. Nem történt meg, viszlát. De nézd, azt láttad, hogy a bárányt lehet pajzsnak használni? Igen, nagyon morbid. De most ez itt maradt, neked eltűnt? Igen, told le. Igen, az előzőt is letoltam. Okay. Jó, hát ők támadtak meg minket, mondjuk. Ez nagyon rossz, hogy nem tudtuk, pedig nekem már 80-valahány százaléknál járt. Ja, igen, úgy van, hogy háromszor kell így megcsinálni ezt a checket. Szóval, hogy mit tudom, ez, hogyha van 30% esélyed, akkor 30% van, hogy tovább megy, és akkor utána megint van mondjuk 80, és akkor utána már 100, hogyha a kettő sikerül elvileg. Aha. Viszont a mi pokémonjainkat nem ölték meg, az jó. Igen. Ó, baszki, nem raktam le nekik ágyat.
Na most ezek közül, hogy nem így kell, várjak a B. Feedbox, az amúgy lehet, hogy kell nekik. Oké, nincsen, mi nincsen? Wood. De... Felhasználtuk az összes fát. Akkor... Hopp, nem? Ez... Csinálok nekik ágyat, mert stresszesek lesznek. Mondjuk nem tudom, hogy akkor mi történik. Nem dolgoznak olyan jól. Ja. Befogtad szerintem, mintha láttam volna. Három volt és csak kettő volt és maradt. Igen, én is azt néztem, viszont... Ja, itt van! Befogtam, Levi! Oh. Les Punk! 107 attack, amúgy nem olyan erős. Ugyanannyi a work speedje, mint a többinek. Ki tudod szedni azt a követ, hogy tudjak csinálni egy repair cuccot? Mert... Milyen követ? Ezt itt. Mert aha, pont eltört a csökkányom, és nem tudok követ szedni. Ó, akkor köszi, köszi, chat. És tök jó, hogy ez a Paldigon fragment, ez jön a kövekből is. Igen. Amúgy Barbika, neked nem tetszik ez a játék? Most nem hallja, de elvileg nem tetszik neki, próbáltam neki mutogatni. Hát pedig amúgy olyan, mint a Raft. Ugyanezt, pontosan ugyanezt mondtam. Azt mondta, hogy nem olyan. Pedig te is olyan. Na, beraktam a követ. Na, mi kell nekem? Ágy. És mindegyiknek gondolom egyesével kell ágyat rakni, szóval egyelőre kettőt kell lerakni. De ezt most miért nem tudom ide lerakni? Elég érdekes az elhelyezése tárgyaknak. Igen. Igen, kecske, már nagyon szexivok. De lassan csinálom! Valamik állat nem segít. Ja, éppen segítenek. A másikat csinálják. Ja, hogy akkor is tudják csinálni, hogyha én nem csinálom. Tehát ők különállóan is építenek. Igen. De most két bari van lerak. Ja, ezt te cserélted ki? Igen, mert segítenek építeni. Ja, mert a... Akkor... az a róka nem segített? A róka nem. Az csak ilyen tízes tucat tud csinálni. Mióta nyomjátok? A Levi 20 perce jött, én meg 4 óta kb. Másfél órája. Az mi? Hát nem ezt akartam, nem lett vagy. Ja, amúgy magunk már kis kéne ágy. Igen, az a kövig küldi, ezt akartam, csak azt rakjuk be valahova ide a falhoz, mert... Nekem nincs is ilyen küldim. Lehet, hogy te előrébb jársz akkor, mint én. Nem. Izérjön nézem. Ha rányomsz egy V betűt, azt hiszem arra a pallboxra, amit leraktál, az ilyen bázis csinálós cuccra, akkor ott írja, hogy mi a küldi az, hogy fejleszd a bázist. Ó, látom. Szóval az mi, amit építesz? Ja, a házak az alapja? Ez csak egy ilyen kis... mi az ilyen ágy tartó. Aha. Tehát ház, igen, amiben belerakhatod az ágyat. Hát, hogy igen. Ágy tartó ház, ugyanaz. Ja, mert az ágy ugyanaz. Te hova mész haza? Hát az ágy tartómba. Hát figyelj, vannak olyan emberek, akik nagyon sokat utaznak, ugye? És akkor lehet, hogy ők így hívják a házukat, hogy... ott spónolnak. Ja. De mert hogy így az openben nem lehet az ágyat rakni? Igen, igen, kell tetőnek lenni felette, meg ilyen foundationnek alatta. Ja, értem. És akkor ide most berakunk két ágyat. Akkor, hát ha befér kettő. Szia, LD, mi újság, hogy vagy? Szia, Kaf. A weapon is damaged. Nekem is kéne egy ilyen repair kitet csinálnom. Ó, tudok is. Ami egy csavarhúzó. A repair kit ez szerintem a házakra van, vagy az épületekre. És ott csináltam egy ilyen repair benchet, és akkor ott tudod megjavítani a cuccaidat. De várj. Ja. Tools for repairing structures. Ó, na most már mindegy.
Oké, és köszi. Ó, ez a szintet lépett. És most a három bárányunk lehet. És most kell egy feedbox, meg még egy ágy. Ja, az állatoknak. A feedboxhoz mi kell? Azt mondja, fa. Akkor még vágok fát. Visz, hogy ágytartó. A ház, kacia. Csak az a lényeg, hogy tehát ne várjátok, mi nem fogunk csinálni egy szép bázist, házikót, meg ilyeneket a Levivel, mert egyikünket se értekli. Ha a Máténak meg lenne a játék egyébként, az azért is lenne jó, mert a Máté viszont szeret ilyeneket csinálni. Úgyhogy így ő csinálná egyébként szerintem így esztétikailag meg a bázist. Mi meg ilyen effektív dolgokat csinálnánk. Vagy amúgy a Barbie is, hogyha játszana, akkor ő itt tudna építkezni. Mert egyébként láttam, hogy vannak benne a játékban szép dekorok. Szóval egy szép bázist lehet csinálni, ha szeretné ilyesmit, de mi nem szeretnénk. Maximum később. Hát meg ugye beszéltük, hogy lehet, hogy nem is ez lesz a fő bázis, vagy nem tudom. Ja. Meg még csak így ismerkedünk a játékkal. Ezek a fák amúgy újra nőttek szerinted? Igen, úgy tudom, hogy azt hiszem egy nap után újra nőnek, ilyen egy játékbeli nap után. Vagy egy nap után kezdenek el újra nőni, vagy valami ilyesmit olvastam. Aha. Szóval nem fogynak el.